vigyázni, odafigyelni mindjárt. No. Nem csavarodni. Ti is vigyázzatok. Hét és nyolc éves lehettem, amikor karácsonykor megkaptam a klarinétot keresztapukám által. Már amúgy eleinte is már így a zenébe benne folytunk mi, mert egy zenész dinasztiába születtem, zenész családból való vagyok. Hát ez egy fantasztikus dolog a tábor az életemben, és szerintem mások részében is. Annyi pluszt és annyi lehetőséget tud adni a diákoknak, hogy mi előtt csak álmodni mertünk. Ez, ami a romákról elhírjett általában, az, hogy egy zenészek. A vérében bennük van a zene. A vérében bennük van az érzés a zene iránt, és mondhatni, hogy ez, amiben ők tehetségesek a zenében. Nála látom, hogy ő tényleg akar tovább tanulni. És ő neki ez itt nagyon jó, mert sokféle minden más is érinti, nem csak a klasszikus zene, hanem ő nagyon nyitott, meg látom, hogy szereti is. Nehéz pálya, mindig az is marad, az is lesz. Nagyon sok jó zenész van. Hát nagyon sok mindent fognak megtenni, nagy önbizalmat. A legtehetségesebbekből van egy kitartás. Nekem az a célom, hogy ezeket a gyerekeket tényleg, akik látom, hogy nagyon akarják, akkor szeretnék lehetünk segíteni. Van egy pár növendék itt, akikkel ma játszom, tehát akikkel föllépek, mint a Berlinben, máshol maig, úgyhogy nagyon sok meghívásuk van, és ezeket szeretném most kidolgozni. Ez most a cél, meg egy nagy zenekart alakítani, egy kamarazenekart. Te másodikat kezdted, de nem lehet, hogy itt a váltás. Ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz váltani kéne fekvést, igaz? Na mindegy, menjünk tovább. Preferált androma származású gyerekekről szól ez az intézet, és hátrányos helyzetű gyerekekről. Jelenleg 90-95%-ban roma származású gyerekek vannak a tanítványaink között. A legjobb itt nekem a táborban az, hogy a Schneidberger Ferenccel gitározhatok együtt, játszhatok együtt, meg láthatom is élőben őt, mert hát imádom őt.